Szexárd-1-es közleménye. Közleményt olvastak fel, majd kivonultak a teremből a veszélyhelyzet megszínését követő első közgyűlés előtt az Éjjel Szexárd frakció tagjai, pedig éppen ők kezdeményezték az ülés összehívását. Ők azt akarták, hogy egy korábbi időpontra a város polgármestere rendes közgyűlést hívjon össze. Ez viszont törvénytelen lett volna, mert képviselői kezdeményezésre csak rendkívüli közgyűlést lehet összehívni. Az ilyen szexuális tagok kivonulása után az ülést meg lehetett tartani. Akkor Zaják Rita azt kérte a jegyzőtől, kérjenek a kormányhivataltól állásfoglalást, jogos volt-e az ilyen szexuális kivonulása, vagyis lett-e volna lehetőség rendkívüli közgyűlést összehívni az ő kezdeményezésükre. A válasz most jött meg, mutatjuk a kétoldalas dokumentumban található indoklás legfontosabb részét. A képviselők egynegyedének indítványára kizárólag rendkívüli közgyűlés hívható össze, néhány sorral lejjebb pedig ez áll, a polgármesternek rendkívüli ülést kellett összehívnia. Vagyis a kormányhivatal szerint az ilyen szexuális tagok állításával szemben jogszerűen ülésezett a közgyűlés. Zaják Rita azt mondja, a kivonulásuk azért is volt érthetetlen, mert több napirendi pont tárgyalását éppen az ilyen szexuális kérte. A polgármesteri tanácsnokot sok támadás érte, amiért ő bent maradt a teremben, pedig szerinte éppen a kivonult képviselők próbálták akadályozni, hogy a megyei jogú várost érintő fontos és halaszthatatlan témák tárgyalására sor kerüljön. Ha nem lett volna közgyűlés, akkor nem tudtunk volna például a Patak utcai beruházással kapcsolatos döntést meghozni, és ami meg még fontosabb, ugye itt vannak a díjazottak, Szexárd város díjazottjai, és őróluk is ugye muszáj volt döntést hozni, hogy az augusztus 29-i városnapjára ugye az anyagok, amik ehhez szükségesek, el tudjanak készülni. Zaják Rita szerint az is érthetetlen, hogy Bomba Gábor néhány nappal a közgyűlés után részt vett a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén, ott viszont nem volt gondja a törvényességgel, sőt együtt is szavazott a kormánypárti bizottsági tagokkal. Szexuális jegyzője azt mondja, ez már nem az első alkalom, amikor az ilyen szexuális tagok a média szereplést választják, ahelyett, hogy a megyei jogú városért tennének. Ezek után azt szeretnénk elérni, hogy üljön le a két oldal, és dolgozzunk együtt továbbiakban is a városért. A közgyűlések és a bizottságok már működnek, és működni is fognak. Ezeken az üléseken, ezeken a testületi üléseken szerintem kompromisszumokat lehet kötni a város érdekében, és az lenne szerintem mindenkinek a fontos, itt az itt élő szexárdiaknak is az a fontos, hogy fejlődjön a város. A kormányhivatal levele kapcsán megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel Szexárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, mit gondol arról, hogy a hivatalos válasz szerint a közgyűlés jogszerűen ült össze júniusban, ő viszont nem válaszolt a kérdésünkre.